Sziasztok! Amint látjátok, felkerült az első 10 nap elemtávla. Ebben a videóban megmutatom az idevezető utat, ami nem volt nagyon rövid, hiszen például ezeknek a leszorítóknak az elkészítése is az én munkám, és ezt is megmutatom, hogy hogyan csináltam őket. Emellett megmutatom azt is, hogy a kábelt miért ebben a gégecsőben, és miért itt a föld alatt vezettem el a házig, és azt is megmutatom, hogy egy ilyen 25 méteres távon, egy ilyen csőbe hogyan lehet a napelemkábeleket befűzni, hát nem olyan egyszerű. És végül azt is megmutatom, hogy az így ide eljutott kábelek hogy fognak bejutni a falon keresztül a házba. Tartsatok velem ma is! Ez a napelemrendszer, és ez a videósorozat sem jöhetne létre a Deje nélkül, akik egy egyfázisú 6 kW-os hibrid invertert és két darab 6 kW-órás lítium-vasfoszfát akut biztosítottak hozzá. Emellett nagy köszönet jár az iGreen Kft.-nek, az iGreen.hu napelemes webshop üzemeltetőjének is. Náluk szinte minden megtalálható, ami egy ilyen rendszerhez kell. Ahhoz, hogy a napelemtáblák felkerülhessenek, ahhoz először a leszorítókat el kellett készíteni. Mutatom, hogy hogy csináltam. Ha lehet, mindig úgy tervezem meg a dolgokat, hogy meglévő, maradék anyagokból elkészíthetők legyenek. Most egy darab 50x20-as és egy darab 60x60-as zárt szelvény találtam alkalmasnak. A 60x60-asból 2,5 cm-es darabokat vágtam. Az 50x20-asból pedig 5 cm-es darabokat. Ezeket utána hosszában félbevágtam, hogy U alakú darabokat kapjak. A 60x60-as csak alapanyagul szolgált, hogy 50x25 mm-es lapos vas darabokat nyerjek belőle. Igen, tudom, sokkal gyorsabb lett volna, ha veszek egy szál lapos vasat, de akkor még azt hittem, hogy nem fog kelleni. Na és itt van, ahogy össze akartam állítani a leszorítót. De szerencsére még időben rájöttem, hogy az eredetileg tervezett 2,5 centi szélességű ilyen lapok, azok túl szélesek ide, ugyanis a napelemtábláknak ez a fém kerete, innen fölülről nézve ez körülbelül 10 mm csak, és az eredetileg tervezett szélességű leszorító az így fölé már az üveg fölé lógott volna, és akkor ott egy picit beárnyékolt volna. Úgyhogy itt már jött egy újra tervezés. A lapos vas darabokat hosszában félbevágtam. Aki csinált már hasonló dolgokat, tudja, hogy milyen könnyen elszáll 1-2 óra az ilyesmivel. Ezután összeállítottam a leszorítókat, és következhetett a hegesztés. A műhelyben általában a védőgázas fogyóelektródás módszert alkalmazom, mert nem füstöl, nem kell salakot eltávolítani, és ez adja a legszebb eredményt, persze az avi után, de az egy más történet. Itt még az volt a terv, hogy a leszorítókat középen egy csavarral rögzítem majd a tartószerkezethez, ezért mindegyiket kifúrtam. Majd két rétegben lefestettem feketére. Mivel közben felmerült a gondolat, hogy esetleg nem lesz elég erős a konstrukció, végeztem egy tesztet.
Az volt az elképzelés, hogy a leszorító közepébe furt lyukon keresztül egy önfúró csavarral rögzítem a vas tartó szerkezethez. Így a próbát is eszerint végeztem el. Maga a leszorító elég erősnek bizonyult, az viszont kiderült, hogy az önfúró csavar menete nem tart elég erősen a 2 mm-es falvastagságú zárt szelvény anyagban, úgyhogy jöhetett a második újratervezés. Ehhez M8-as menetes szálakat vettem, amiket 6 cm hosszúságú darabokra vágtam. A hegesztés előtt a leszorítókról a festéket le kellett köszörülni a megfelelő helyeken. Minden leszorító két ilyen menetes szál darabot kapott, és jöhetett ismét a hegesztés. Eközben már itt kint is akartam haladni, és ezért ezt az 5 cm átmérőjű gégecsövet, ami direkt ilyen földbe fektethető kábelek fogadására alkalmas cső, leástam ide a földbe a tartószerkezet és az állványzat közé. Hogy miért a földbe raktam? Hát igazából ugye megoldható lett volna az is, hogy mondjuk, mit tudom én, ide ezt az oszlopot meghosszabbítom, és akkor teszek még egy-két oszlopot az udvarba, és akkor mondjuk 2-3 méter magasan a levegőben viszem el a kábeleket, de egyrészt úgy mindenképpen útban lett volna, pluszban kellett volna oszlopokat telepíteni, amik szintén útba lettek volna, meg igazából az időjárás, az elemek viszontagságainak is sokkal jobban ki lett volna téve a kábel. Nyilván ezek a szolárkábelek egyébként UV-állóak, meg dupla szigetelésűek, időjárásállóak, tehát bírniuk kell évtizedekig, de ettől függetlenül szerintem ilyen szempontból is sokkal jobb, hogyha itt megy a föld alatt, itt véletlenül sem fogunk beleakadni, a jövőben sem lesz útba, hogyha bármi mást akarnánk csinálni, ráadásul itt a fát is le kellett volna vágni. Na, egyszerűen így lent a föld alatt, mintha nem is létezne, egyáltalán nem lesz útba, és sokkal, szerintem sokkal jobban védve van innentől kezdve mindentől ez a kábel, és a csőnek az 5 cm-es átmérője meg lehetővé teszi, hogy ahol szükséges, akar a jövőben akár még több ilyen kábel is elvezetésre kerüljön benne, hiszen felmerült, volt olyan hozzászóló, aki azt írta, hogy ilyen távolságnál már lehet, hogy ez a 6 négyzetmilliméter keresztmetszetű kábel túl nagy feszültségesést fog eredményezni, nem tudom, majd meglátjuk, hogyha esetleg úgy adódna, akkor meg lehet duplázni, és ebbe a csőbe be lehet húzni még egyszer ennyi kábelt, és akkor onnantól kezdve már ez sem lesz probléma. Szóval a lényeg, hogy lefektettem ezt a csövet a földbe. Csak 25 méter és csak egy ásonyomnyi mélységben kell kiásni, meg lesz az hamar, gondoltam én. Na persze, tudjuk, hogy megy ez. De így legalább erre a napra is megvolt a szükséges testmozgás. A talajba fektethető csövet 50 méteres tekercsben vettem, hogy elég legyen mindkét tervezett napelem sorhoz, vagyis hogy leérjen egészen a kerítésig. Mivel elég rugalmas, így viszonylag kis sugárban is hajlítható, arra azonban érdemes figyelni, hogy túl éles kanyarokat ne tegyünk bele, mert az később a kábelek befűzését megnehezítené.
Aztán végül is úgy belelendültem az ISS-be, hogy még aznap megcsináltam a következő szakaszt odáig a kerítésig, ott, ahol a tekercs végét látod, ott a kerítés vonalában. Egyelőre az a terv, hogy a kerítést magát is a tartószerkezet részeként felhasználva ott lesz a következő ilyen tartószerkezet, ahol még 10 napelemtábla kerül majd elhelyezésre, de ez egy következő történet. Végre eljött a napelemtáblák felszerelésének napja. A menetesszel darabokkal kiegészített leszorítókat újra festettem, ahogy a kamerán kívül 25x3-as lapos vasból vágott és két helyen kifúrt alátéteket is lefújtam feketére. Mivel a panelokat alulról megtámasztó vasat utólag túl keskenynek ítéltem, lapos vasból ide is vágtam darabokat, hogy szélesebben támassza alá a napelemtáblák keretét. A leszorítókat azért ilyenre készítettem, hogy a felszerelésükhöz ne kelljen megfúrni a tartószerkezetet, mert úgy a furatokon bejutó nedvesség belülről rozsdásíthatta volna a szerkezetet. Nagyon szeretem, amikor a sok előkészítő munka után végre összeáll valami látványos. A panelok felrakása két emberes feladat, nem a kb. 20 kilós súly, hanem a 180x113 cm-es méret az, amit egyedül nem igazán lehet kezelni. Na meg, hogy óvatosan kell, hiszen a napelemek felülete üvegből van. A leszorítókat M8-as anyákkal rögzítettem, a menetes szálak vágott végeit is érdemes befesteni, hogy megelőzzük a rozsdásodást. A napelem sor kicsit belóg a panorámába, de a házból nézve az udvar lejtése miatt épp csak a panelok teteje látszik, szóval nem igazán zavaró. Ezután jött a fal, hiszen a szolár kábeleknek valahol be kell jutni a házba. Mivel lent XPS szigetelés van, először abba és az üvegszövet hálóba vágtam lyukat, majd jöhetett a fúró. Erre a célra a Parkside falfúrószárak tökéletesen megfeleltek, és nevetségesen olcsók voltak. Hát ettől féltem, hogy egy ilyen kurva nagy darabon lejön a fal, de hát ezt nem tudtam kivédeni, majd visszajavítom egy kis habarcsal, meg visszafestem. De egyébként viszonylag jó helyen sikerült eltalálni. Itt belül fölmértem, és akkor kívülről a falra próbáltam rámérni ugyanazt a magasságot, meg a távolságot, csak hát nem olyan egyszerű, mert na mindegy. Most átfúrom még egy a legnagyobb átmérőjével is. A javításhoz végül is gipszet használtam. Na és akkor a kábelek befűzése. Ebbe a csőbe gyárilag bele volt fűzve egy ilyen vastag damélszerű befűzőszál, de szerintem ez arra, hogy ezeket a ilyen hosszban, ilyen vastag kábeleket áthúzzak rajta, ez szerintem arra nem elég. Arra viszont jó volt, hogy ezt az AliExpressről rendelt 30 méteres befűzőszálat
hozzákötve ezt át tudtam rajta húzni, és utána ezzel egyesével vissza tudtam húzni ezeket a vastag merev szolárkábeleket, és akkor a damillal megint visszahúztam ezt a szálat, és akkor így tovább. Hát olcsó volt, mert 3500 forintba került ez a 30 méteres, de nem igazán jó, mert sajnos ahhoz nem elég merev, hogy magába ezt be lehessen tolni, szóval mindenképpen így tudott működni, hogy ezzel a damillal behúztam a szálat, aztán a szállal visszahúztam a kábelt, de igazából így tulajdonképpen működött a dolog, mutatom is, hogy hogy. De igazából ez sem egy személyes feladat, mert míg az egyik oldalon húzod, a másik oldalon hajlamos összetekeredni és elakadni, így egyedül csinálva folyamatosan rohangálni kell, de azért így is megoldható. Nos, itt tartunk most, hogy ideértünk a kábelekkel, ott fönt a tető sarkánál, ott jön be, ugye ott van az, ahol láthattátok az előbb a húzásnál, ott húztam befelé a csőbe a kábeleket, és akkor itt majd a hőszigetelés alatt fogom egy kábelcsatornába végighozni, de ez már egy következő videóban lesz, ugye itt fognak bemenni. Ebben a videóban most eddig jutottunk, a következő részben, mivel már itt vannak a kábelek, meg bent is tudtam előre haladni, belső, külső és belső villanyszerelési munkák jönnek majd, hogyha érdekel, tartsatok majd velem akkor is, erre a videóra pedig azonnal nyomj a videó alatt egy lájkot, ha még nem vagy feliratkozva, akkor az itt az idő, mert jönnek hasonló tartalmak méghozzá nem is sokára, úgyhogy tartsatok velem legközelebb is, találkozunk akkor, sziasztok! Jaj, de okos, nagyon okos. Nagyon okos. Szokott segíteni, ám a munkába jön, és akkor megfigyeli, mert ahogy tud nézni, sokszor azt gondolja az ember, hogy már ért hozzá, hogy hogy kell. Igaz, Szalonna? Igaz? Na, ül? Ül? Na, sziasztok!